Sziasztok és üdvözlök mindenkit a mai Hol videóban. Ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy miket vásároltam az elmúlt időszakban a Douglasban, a DM-ben, illetve a H&M-ben. Lesznek olyan termékek, amiket már használtam, és lesznek olyanok is, amikhez még egyáltalán nem nyúltam hozzá. Ebbe a papír zacsiba tettem bele minden terméket. Hát akkor igazából elkezdem a válogatást. Oh, itt van még egy. Szóval, az első két vagy három termék, amit beszereztem, azt a H&M-ből vásároltam. Azok ezek a hajgumik, ami például most is van a hajamban, két darab scrunchie. Ez egy kicsit hajas, na várjatok. Csak ne úgy mutassam már meg, hogy tele van hajjal. Szóval ilyen scrunchy hajgumi, ugyanúgy néz ki a másik is, ami a hajamban van, csak az egy kicsit sötétebb árnyalatban. A következő dolog a hajgumikon kívül, amit beszereztem a H&M-ben, az egy ilyen fejpánt, méghozzá ilyen kis rózsaszínes árnyalatban, ilyen púder rózsaszínben. Annyi problémám van vele egyébként, mert hogy én ezeket már ugye hordom és használom, hogy ez a része, még ugye vásárlás előtt is mielőtt megvettem, gondolkodtam rajta, hogy mennyire fogja nyomni a fejemet, és hát azért nyomja, most így felrakom nektek. Hát ez csodálatos. Amúgy nagyon kis aranyos, nagyon-nagyon tetszik, nagyon cuki, mivel már egy korábbi videóban mondtam nektek, hogy szeretnék ugye sminkes tartalmakat is gyártani, ezért is szerettem volna mindenképpen egy ilyet beszerezni, meg amúgy is, mert hogy ezzel ugye hátra tudom majd a hajamat így tenni. De egyébként most így nem nyom, de azért érzem szerintem, hogy egy idő után fájni fog egy picit a fejem, szerintem. És hát akkor jöjjenek a smink termékek, ezeket azért így arrébb pakolom. A következő, hát akkor szerintem szépen sorjában haladjunk, az egy Rimmel Londonos Matt Liquid Lip Color, a igen, nem tudom milyen árnyalatban, Rosetto Liquido, Made in England. Mindent felolvasok róla, na mindegy, inkább meg is mutatom. Na jó már! Köszönöm. Szóval egy ilyen matt rúst szereztem be, ugyanis nagyon-nagyon szeretem a matt rúzsokat. És azon gondolkodom, hogy rúzsnak hívhatom el, de ne kövezzetek meg, mondom én ezeket a szakszavakat, nem tudom. Matt ajakra való sminktermék, jó? Ez a biztosabb. Egyébként most is az van rajtam, és meg fogom nektek mutatni, hogy abszolút nincsen nyoma. Hozzáérek, és nem látszik semmi. Miért nem akar fókuszálni? Szóval tök jó, így elkenen se látszik. Ugye a fogam se olyan, mert hogy amúgy a fogamra ráragadt, szóval azért nem perfektó ez a ajakra való sminktermék. Na, nézzük csak meg. Azt az eget. Én nem szól senki, egyedül videózom. Így már jó lesz. Szóval igen, a hátránya az, hogyha nem figyeltek oda, és nincs látok esetleg sminktükör, bár tök mindegy ebben az időszakban, mert úgyis mindenki maszkot hord, de hogyha esetleg otthon szeretnétek feldobni, és nem szeretnétek úgy kinézni, hogy az egész fogatok olyan, akkor érdemes azért csekkolni, mert hogy én is mindig úgy járok, hogy a fogam olyan lesz. Próbálok a DM-eset, hát akkor ugye egy paletta. Ez a Catrice Cosmetics-tól a Neon Earth Slim Eyeshadow palettája, Pro-val. Ez így néz ki, és mindjárt megmutatom nektek a belülről is. Az ujjaimat elrejtem, ahol lejött a körömlök, és hát így néz ki a paletta, szerintem gyönyörűen néznek ki. Még nem használtam őket, ugyanis szeretném majd betörni őket egy videó keretén belül. Annyi, hogy itt van a Gold és a Supernova szín. A Gold és a Supernova színbe pedig ilyen, nem tudom, hogy azok mik, de szerintem azok ilyen nagy csillámok. És remélem, hogy azok majd eldolgozhatóak lesznek. És van benne egy ilyen tükör, hogyha esetleg valaki ugye ebben szeretné csekkolni a sminkjét. Igazából ennyit vettem a DM-ben, mert hogy a többit szerettem volna a Douglasban beszerezni, ugyanis én már korábban ugye használtam a DM-ből termékeket, de őszintén szólva most szerettem volna valami újat kipróbálni, ugyanis én a Douglasban még nem nagyon vásároltam, és hát úgy gondoltam, hogy hát akkor itt az ideje, hogy azokat is kipróbáljuk. Mindenképpen NYX-es terméket szerettem volna részben, illetve ezen kívül még beszereztem még egyet. Szóval most az alapozókról beszélek, ezeket meg is mutatom nektek. Az egyik a NYX Professional Makeup-tól, Alabaster színárnyalatban a Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Foundation, ez, illetve
A másik, mert hogy valószínűleg kettő színből tudom majd kikeverni az én szín árnyalatomat, az egy szintén NYX termék, Total Control, és ennyi. És ez elvileg az eladóhölgy szerint azt jelentette a hátulján, hogy építhető, ami nagyon jó, mert hogy nekem ugye látjátok, hogy vannak azért bőrhibáim, mint szerintem mindenki másnak, ez teljesen természetes, és ezeket szeretném mindenképpen elfedni. Amúgy volt rá 25%-os kedvezmény, szóval nagyon örültem neki, mert hogy azért ez egy kicsit drágább kategória volt, mint amúgy amiket én használtam még akkor, amikor sminkeltem korábban. Na jó, akkor kibontom, várjatok. Úristen, amúgy ez... Na mindegy. Light Clair. Remélem jól ejtem, Light Clair. Igen, szóval ez a Light Clair, nem fejjel lefelé mutattam? Nem. Ami egy ilyen nagyon folyékony, droppos alapozó. Azt az eget. Oké. Bocsánat. Szóval ebből a kettőből fogom majd kikeverni az én színemet. Ez egy kicsit, ha jól tudom, és jól vásároltam be, akkor... egy ilyen rózsaszínesebb árnyalatot ad, ez pedig ugye maga a fedés, mert hogy nekem tényleg annyira ilyen fehéres, pirosas, rózsaszínes bőröm van, hogy muszáj kettő féléből, mert egyszerűen nincs olyan, ami egy darab lenne és adna teljes fedést, és olyan szín lenne, amilyen az én bőröm, mert hogy amúgy mindenhol változik szinte. A következő az nem más, mint egy pirosító, mert hogy az is lejárt elvileg. Őszintén elárulom nektek, hogy ez olyan volt, hogy így felkaptam, hogy jó lesz ez is. Art Deco Blusher. Blusher? 25 Cadmium Red Blush. Igen. Remélem jól olvastam el. Ilyen pici kis tégelyben van. Ó! Ez szimplán így le lehet venni. Amúgy, hát akkor megnézem. Hát sok nem látszik, de ez volt a cél, mert hogy ugye tudjátok, ahogy előbb mondottam, én azért eléggé pirosas árnyalatú leányzó vagyok. Na most látszik valami, vagy nem? Ez az. Szuper. Ilyen színű, így elkenve pedig semmi sem látszik. Na hát akkor volt értelme. Na jó, azért látszik, de nyilván minden az ujjamon maradt, szóval... hát ez nem volt túl profi bemutatása, na majd a smink videóban. Gondolkodtam továbbra, hogy mi az, ami amúgy még kell, és amit az Instagram videókban láttam, hogy szükségem van rá, az nem más, mint egy Isadora termék, méghozzá a Cover Up Longwear Cushion Concealer. Remélem jól ejtetted. Szóval ez az Isadora termék, ami nem más, mint egy... 60, tehát 60 Green Anti-Redness termék. Itt láthatjátok egyébként, tehát ez egy ilyen... nem igaz. Ez egy ilyen pirosasság, rózsaszínűség elleni fedő réteg, amit én előszeretettel fogok egyébként használni, mert hogy ugye, amint elmondottam, nekem azért vannak bőrhibáim, így. Negyed évszázad felett is, bőven. Szóval ezt fogom majd használni, ugye az alapozó alatt. És a primer után. Alapozó alatt, primer után. Jó. A következő dolog, amit szintén bezsebeltem, az egy NYX-es termék, méghozzá a Professional Makeup részlegről, egy HD Studio Photogenic Photo... igen, az ugyanaz, csak más nyelven. Finishing Powder, tehát ez egy ilyen... kivégző por. Nem kivégző por, hanem egy olyan por, ami, hogyha már ugye befejeződött a sminkelés, tehát hogyha végeztél a sminkel, akkor ezzel tudod fixálni, vagy befejezni, ha jól tudom. De tényleg javítsatok ki, hogyha van bármilyen pozitív, építő jellegű kritikátok, én nagyon szívesen fogadom meg tanácsotok, mert hogy én újra meg kell, hogy tanuljak sminkelni. Na, és akkor itt láthatjátok ezt a fehéres részt. Azért rakom ide a kezem, mert egyszerűen nem fókuszál. Oké, a következő az nem más, mint egy bronzosító a MAC-től. Sikerült beszereznem egy olyat, amitől nem tűnik majd koszosnak a fejem. Ez nagyon fontos volt, mert ugye nekem nagyon fehér a bőröm, és semmiképpen sem szerettem volna olyan barna terméket használni, amitől úgy nézek ki, mintha koszos lennék, vagy nagyon-nagyon elütne a tónusaimtól. Szóval ez egy bronzosító. Egyébként ez így néz ki, hogyha kivesszük ugye a kis dobozkájából. Át is fordítom, hogy lássátok ezt a részét is. Itt kell benyomni ezen a részem. És hát van benne egy tükör, tökéletes. Ez ilyen Totony Spice született kémek.
és így szokták mutatni. Szóval így néz ki, és szerintem ez egy olyan árnyalat, ami nekem megfelelő. Annyi, hogy van benne egy kisebb csillogás, csillámosság, mert mindenképpen olyat szerettem volna. Kicsit felkentem az ujjamra, hogy lássátok. Így néz ki. Ilyen barna, és ez szerintem tökéletes. Most is felkenem ide, tessék. Valószínűleg teljesen rossz helyre kentem fel, na mindegy. Szóval ez a MAC bronzosítója, szintén ugye a Douglasból. Golden árnyalat itt láthatjátok, ezt szerettem volna még megmutatni nektek, szóval ez a Golden árnyalat. A következő dolog az nem más, mint egy NYX termék, a NYX Professional Makeup részlegről, a Born to Glow, tehát ragyogásra szület. Radiant Concealer, remélem, hogy jól ejtsem. Szóval a többit azt el tudjátok olvasni, ami rajta van. Ez ugye egy korrektor, amit ugye ide kell, meg olyan helyekre, ahol érdemes korrektorozni. Úristen. Ha profik nézik ezt a videót, akkor elsüllyedek. Fair árnyalatban van egyébként. Így talán látszik, igen. És remélem, hogy amúgy ezek össze fognak illeszkedni, mert hogy ugye még nem próbáltam őket ki. És már ugye vége felé vagyunk igazából. Highlighting powder, tehát a highlighter, és highly reflective and buildable glow powder, tehát a buildable az azt jelenti, hogy építhető, és egy bright champagne, tehát egy ilyen bright, tehát világos, pezsgő árnyalatban szereztem, bevásároltam meg. Ezt is kinyitom nektek. Ez az. Na, mindjárt kiszedem. Itt megmutatom, hogy egyébként így néz ki. Nagyon szuper. Amúgy azt az eget, ez így néz ki. Hát én, amit amúgy megnéztem, mint teszter, az baromira nem így nézett ki, de azt, hát akkor az nagyon le volt kopva, hát ez gyönyörű. Na várjátok, leszedem ezt az átlátszó fóliát, és így megmutatom nektek. Azt figyeljétek. Azért ez gyönyörű, nem? Hát ez valami gyönyörűen néz ki. Azért ez nagyon szép. Úristen. Felkentem a fejemre. Jó van. Na, hát ez gyönyörű. Már alig várom, hogy ezeket használjam. És hát szinte az utolsó termék, az pedig nem más, mint egy, mindjárt mondom, Kit of Three Mini Blender Sponges. Tehát három mini blender szivacs. Blender szivacs? Blender sponges. Hogy hívják ezeket? Szóval ezek. Ezekről beszélek, ugyanis mindenképpen szerettem volna három darabot, és ezek most annyira megtetszettek így ilyen utazó kiszerelésben, úgy voltam vele, hogy hát akkor miért ne. Nekem egyébként van egy ilyen szivacsom, viszont az, amikor megnéztem, hogy milyen állapotban van ugye, egy jó nagy kihagyás után, hát rájöttem, hogy semmilyenben, mert szétporlott a kezembe, szóval majd kell még beszereznem egyébként ilyen szivacsokat. Vannak nekem régebbről ecseteim, és azok szerintem teljesen jó állapotban vannak. Én azokat egyébként kimostam a tegnapnak folyamán, és majd azokat fogom használni ugye a sminkes videómban. Meg amúgy is sminkelés közben, szóval így néznek ki. Ez is ugye Douglas márkájú szivacs, smink szivacs. Adtak egy ilyen Yves Saint Laurent Mon Paris, remélem jól rejtettem ki, egy ilyen illatmintát, amiben teljesen bele vagyok szerelmesedve. Nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire eltalálták amúgy azt, hogy nekem milyen illatok tetszenek. Még kaptam egy másik termékmintát, mert hogy kétszer mentem ugye vissza a Douglasba, ami nem más, mint egy pervollós minta. Szóval ez egy mosásra elég, ezt is ki fogom mindenképpen próbálni. Szóval tök jó, hogy ilyeneket is adnak. Nekem ez sokat számít, amúgy sokat jelent. És hát ennyi igazából ez a kisebb kis hol videó, remélem, hogy tetszett nektek. Annyi, hogy primert azt nem szereztem be, ugyanis azt hittem, hogy nekem van. Illetve van is, ezt meg is mutatom nektek. Szóval egy ilyenem volt régebbről, viszont az a nagy helyzet, hogy több mint a valószínű, hogy ez már lejár. Szerintem ez már nem jó.
fogom, szóval ezt ki fogom dobni. Ha van valami jó tippetek arra, hogy milyen primert érdemes nekem venni, ugye, arra vonatkozóan, hogy milyen a bőröm, azt nagyon szívesen elfogadnám, és írjátok meg nekem nyugodtan a komment szekcióban, vagy hát oda le az komment szekcióba. És amúgy addig én ezt fogom használni, mert én ezt szoktam egyébként részben használni, és ez egy nagyon jó bázisképesze szerintem. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat, ugye ilyen hólos, meg unboxingos videókat, akkor ezt mindenképpen jelenzétek nekem a komment szekcióba, illetve ha tetszett a videó, akkor megköszönném, hogyha nyomnátok egy kedvelést a videóra. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, de szeretnétek csatlakozni, akkor bátran tegyétek meg ezt a feliratkozás gombra kattintva. Illetve ha vannak termékek, amiket ti javasoltok még, hogy érdemes beszerezni, azt is nyugodtan írjátok meg nekem. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk, és sziasztok, legyetek jók! Say, 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 say.